Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, és örülök annak, hogy... A klub egyik öltözőjében tartotta a toborzó előtti eligazítást Ofela Zoltán. A megmérettetés a Népkerti Sporttelep hátsó füves pályáján kezdődött. Kollár Péter edző vezette a bemelegítést. Az FC 60 elnöke elmondta, hogy a 8. osztályos diákok a célcsoport, mert ők állnak most pályaválasztás előtt. Hozzátette, azt szeretné, ha a 60-i klub lenne a térség futballközpontja. Én úgy gondolom, hogy az, ami az utánpótlásnál elindult nálunk, ugye a tömegesítés, abból el kell indulni egy minőségi képzés felé, és szeretnénk azt, hogyha mi csapataink, akik ugye az MB2-es utánpótlás bajnokságban szerepelnek, egyre erősebb háttérrel és egyre erősebb teljesítményt tudjanak majd a bajnokságban nyújtani. Erre szükség is lesz, hiszen a felnőtt csapat az első helyen zárta az őszi fordulót, és a klub nem titkolt célja az, hogy újra az MB2-es bajnokságban szerepeljen az FC 60, amihez a megfelelő utánpótlás elengedhetetlen. Itt akkor lesz igazából hosszabb távon jó felnőtt csapat, hogyha megfelelő utánpótlás van mögötte. Biztos vagyok abban, hogy a helyi erő, hogyha itt olyan képzettségű játékosok lesznek, azok hosszú távon meg tudnák oldani a FC 60-nak a minőségi futballját. Például a 17-18 éves korosztály, ahol remek 5-6 játékosunk van, aki még szerintem MB-s magasabb szinten is meg fogja állni a helyét. A játékészségen és a jó fizikai felépítésen túl a fiatalok hozzáállását is figyelték a toborzón. Az ifjú sportolóknak pedig idén még két alkalommal, november 16-án és 23-án lesz lehetőségük megmutatni tehetségüket az FC 60 toborzóján.